Kedden Gyöngyösön mutatták be azt a kormányablak buszt, amely október 1-től áll szolgálatba Heves megye több településén is. A megye két ilyen mobilizált ügyfélszolgálatot is kapott, a cél az, hogy minden olyan településen elérhetőek legyenek azok az állami szolgáltatások, amelyeket a kormányablakban lehet elintézni. Heves megyének a településének a több mint 3/4-ében kezdjük meg a kormányablak busz szolgáltatást október 1-től, és reményeink szerint tavasszal ez az arány még nagyobb lesz, hiszen ott is kialakítják a műszaki feltételeket, ahol még ez nem történt meg. A mobilizált ügyfélszolgálati irodákban az ügyfelek csaknem 1500 féle ügykört kezdeményezhetnek. Többek között lehetőségük nyílik személyigazolvánnyal, útlevéllel, lakcímkártyával, valamint vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre is. Szalatnai Gábor, a 60-i járási hivatal vezetője kiemelte, az állampolgárok rugalmasabban szervezhetik az ügyintézésüket, hiszen akár lakóhelyük és munkahelyük között, útközben is könnyen elérhetőek lesznek a kormányablak szolgáltatások. Azokon a kis településeken, ahonnan időközönként nehézkes a megközelítése a városoknak, hiszen a mi járásunkban, tehát a 60-i járásban két kormányablakot is működtetünk, 60-ban és Lőrincben egyaránt, viszont a kisebb településekről a tömegközlekedéssel való eljutás az néha problémás lehet, és ezzel szeretnék egyszerűsíteni azoknak a lakosoknak a helyzetét, akik ott élnek, sokszor idősek, nehezebben mozdulnak, tehát mindenképpen ezzel segítséget tudunk nyújtani ezeknek a személyeknek. A buszok előre meghatározott időpontokban nyújtanak lehetőséget az ügyfelek speciális helyszínen történő eseti jellegű kiszolgálására. A kis települések ellátásán túl nagyobb cégek telephelyein, oktatási, egészségügyi vagy szociális intézmények közelében is biztosítani tudják a közigazgatási ügyintézés lehetőségét. A buszok meghatározott menetrend szerint látnak el szolgálatot átlagosan naponta két településen. Az ügyfelek a kormányablak.hu weboldalon, a mobilizált kormányablak menüpont alatt tájékozódhatnak arról, hogy a településükön mikor állomásozik az ügyfelszolgálat. A menetrendet az igényekhez fogják igazítani. A kormány ablakbusz október 1-én kezdi meg tevékenységét, aznap Rózsaszentmárton, Petőfibánya, Zagyvaszántó településeken is elérhető lesz.